Aktív kézilabdázóként szerb nagy csapatok után Franciaországban légióskodott, hogy aztán edzőként ott maradjon. A Metz női csapatával négyszer volt bajnok, tavaly EHF kupa döntős. A jugoszláviai magyarként született Rácz Sándor, aki most kispadot vált, és a Le Havre lányainak irányítását veszi át a nyártól. Vele beszélgetünk most telefonon, következik tehát egy nemzetközi piacon bizonyító magyar származású franciává lett kézistréner, Rácz Sándor a vonalban. Halló, halló, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok! Rácz úr, tavaly az év edzője lett, ugye Franciaországban megnyertek mindent, EHF kupa döntős volt a csapat, idén is elsők a bajnokságban. Miért megy el mégis Metzből? Hát ez az én munkám, mint a mindennik edzőnek, hogy az elnök akart váltást, akar új fiatal edzővel dolgozni. Én 5 évig itt voltam Metzben, és most az én munkám van, hogy profi vagyok, új előttem van új munka, Le Havre nagy csapat volt régen is, és sosem nem nyert bajnokságot, és megpróbálok most a Le Havre azt csinálni. Na most azonban így búcsúzásképpen, mielőtt még eltávozik mostani csapatából Metzből, idén is meg fogja nyerni a bajnoki címet? Hát megpróbálom, elég nehéz lesz, mert már 2 éve legerősebb csapat mögött Franciaországban a Flori. Mindenkinek volt szerencsénk, tavaly is megvertük a döntőbe, szintén megvertük a kupába, de nem tudom, megpróbáljuk az idén is. Az, hogy a játékosai már most tudják, hogy távozni fog, nem fog velük maradni jövőre, ez nehezíti a munkáját így a végén? Azt gondolom, hogy nem. Lányok is akarnak, bajnokok lenni akarnak jövőre játszani a kupa championában. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz probléma. Ugye ön a Le Havre edzője lesz, és ott is szeretne nagy eredményeket elérni. Mennyire lesz nehéz ez az új feladat? Hát az edző munka mindig nehéz, ez nem az első én nekünk, mert itt Franciaország tényleg a legerősebb bajnokság. Magyarország mellett a kézilabdában 2 legerősebb bajnokság. Metzbe tavaly, amikor jöttem, senki nem gondolta, hogy első lesz. Elment 5 legjobb játékos, Amandine Leno, Alisson Pino, Mendy, 5 francia válogatott, mielőtt én átvettem a csapatot. Senki nem adott nekünk semmilyen helyet, hogy lehetünk elsőnk. Hát de munkával és egy kis szerencsével lehet mindez megint. Aha, tehát akkor Le Havre-ban sem lesz más a cél, mint irány a bajnoki cím majd jövőre. Úgy van, hát 3 évre most alájöttem Le Havre-ba, 3 év alatt szeretnék hozni 1 vagy 2 első helyet. Sándor, nagyon régóta él Franciaországban, hiszen már játékosként is ott fejezte be a pályafutását, de hát így magyarként... 88 után. Így van. Így magyarként mennyire figyeli a magyar női kézilabdát? Hát a magyar női kézilabda tényleg a legerősebb Európában. Magyar, még most az utolsó 2 éve meg lett a francia. Összesen beszélünk az egész csapatokról. Francia, Magyarországon 5-6 nagyon jó csapat van, nem beszélünk a Győr mellett a Ferencváros. Tavaly mink játszottunk Érdel, nagyon nehéz mérkőzés volt, kikaptunk Érdbe 6-tal, és itthon 6-tal nyertünk, úgyhogy jutottunk tovább, de kézlabda férfi is, meg lányok. Férfiakat is már utolsó 20 éven biztos ott van Veszprém, Szeged, azon itt ott futott Dunafér. Tehát kézlabda egy sport, ami magyaroknál meg lett a legerősebb sport, ilyen kollektívas. Azt mondja meg, hogy ki nyeri a bajnokok ligáját? A Győr az első számú esélyes, ön szerint is? Én is azt gondolom, hogy Győr. Az idén voltunk, az év elején voltunk a tornán, és láttam Győr, tényleg profi csapat, összesen a legjobb csapat Európában. De tud, hogy van a kézlabda, az egykorul van néhány csapat, aki Győrre, Várdár, aki
kezd valamit csinálni, de még azt gondolom, hogy az jövő legerős. Aha. És Sándor, végül hadd kérdezzem meg, hogyha hívnák egyszer Magyarországra egy jó csapat edzőjének, vagy a válogatotthoz valami jó feladatra, akkor meggondolná, eljönne, hajlandó lenne Franciaországot ennyi idő után egyszer elhagyni? Hát az én munkám az olyan, hogyha van valami jó, én dolgozok, mint profi már 25 éve. Kint voltam, haláltam egy kicsit a szívemet, Tuniszba 3 legszebb évet meg lett, ott felszem, 4 titulat hoztam a tuniszi csapatba, Klub Afrikán. Az idén is hívtak, egy 10 nappal miután aláértem Leávba. Tavaly voltam a Tunisz válogatott, hogy átvegyem a Tunisz válogatottat, lányokat, férfiakkal is voltam kapcsolatban. Úgyhogy az én munkám olyan, mint profi, az már az év. Bocsánat, legjobban beszélek magyarul. De, nagyon jó, kitűnő. Az tiszta, ahol látom, hogy érdekes dolgozni, mert tényleg nem a pénzről volt szó, sokszor, hanem hogy érdekes, ahol látom, hogy a csapat ambiciós, oda még dolgozni. A lejárt is az miatt még, mert ambiciós, beszéltem az elnökkel, 3-4 óra hossz alatt tanáltuk egymást, és aláírtam. Sándor, jó munkát az új helyen is, meg hát akkor még a hátralévő időre pedig még egy aranyérmet a Metszel. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, jó munkát, viszontlátásra. Köszönöm, viszontlátásra.